Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! A Bonyhádi Idősek Otthonának lakói minden esztendőben nagy izgalommal készülnek arra a találkozóra, melynek keretében családjuk tagjai látogathatnak el az intézménybe. A találkozás nagyon fontos, mert a lakóknak érezniük kell, attól, mert az otthon vigyázó közegében élik mindennapjaikat, még részei maradtak a családjaiknak. Minden esztendőben a Bonyhádi Idős Otthon lakói és a családok tagjai közös programon vesznek részt. A cél az, hogy a szépkorúak érezzék, attól, mert napjaikat egy közösségben töltik, ahol értő és óvó szakemberek is vigyáznak rájuk, nem szakadnak el a családtól sem. Ahol esetleg nem képesek megadni számukra mindazt az odafigyelést, amit állapotuk megkívánna. Részesei ők a családnak is, és az idősek közösségének is. Erre a napra, mint minden az idősek otthonában lezajló eseményre, hónapokig készülnek a lakók és a szakmai stáb tagjai. Ez egy mesterségesen összerakott nagy család, hangzott el a rendezvényen, akinek Kis Kelemen Eszter, az idősek otthona vezetője az anyja, és mint ahogy általában az anyáknak, neki sincs egyszerű dolga. Amikor egy ilyen mesterségesen összerakott nagy családot kell gyakorlatilag formálni a mindennapokban, az időnként támaszt elén kihívást. Azt gondoljuk, hogy egy-egy ilyen program kifejezetten jótékonyan tudja segíteni egy közösség életét, hiszen azt mindig formálni kell, azt mindig gyúrni kell ahhoz, hogy működni tudjon. Körülbelül egy másfél hónapja napi szinten készülnek a mentálhigiénés kollégával karöltve, tehát az ő instrukcióit követve, de hétvégente is lelkesen, ügyesen próbálnak. Tényleg ez egy felelősségteljes vállalás a lakóink részéről is. Szeretnék megmutatni, hogy mit tudnak a családjaiknak, úgyhogy egy jó nap reményében. A mindennapos aktivitás is mindenképpen fontos, hiszen egyrészt valóban rendkívül jól formálja a közösséget, másrészt pedig kifejezetten jótékony hatású az állapotromlás lassításában, tehát általában véve az aktív élet, mint olyan, az fontos része. Ezeken a napokon felidéződnek az elmúlt év legfontosabb eseményei és történései, melyek hosszú időre aztán beszédtémák maradnak a lakók között. Mint minden esztendőben idén is ellátogatott az otthon lakóihoz Filóné Ferenc Ibolya, polgármester is. Két gondolat azért mégiscsak megfogalmazódott bennem. Egyrészt az, hogy a mai világunkban, hogyha csak a szűkebb hazánkat nézzük, de a nagyvilágba is kitekintünk a tévén keresztül, akkor azt látjuk, hogy a biztonság, mint fogalom, az nagyon felértékelődött. És egy idős embernek meg eleve nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát. Természetesen itt lehet gondolni nagyon sok mindenre, létbiztonságra, közbiztonságra, és sok-sok minden válfaja van ennek a fogalomnak. Én, ha egy mondatban össze akarnám foglalni ennek a lényegét, akkor azt úgy tenném meg, hogy szerintem a fenntartó, az a Bölcsegi Önkormányzatok Társulása az intézmény vezetőivel és valamennyi dolgozójával ezt a biztonságot, ezt az otthonérzést igyekszik megteremteni a hétköznapokban, és remélem, hogy ezt önök is érzik, hogy ez így van. A másik, amit fontosnak tartok elmondani, hogy a hétköznapok nagyon fontosak, hiszen minden nap éljük a magunkért ki a maga munkaterületén, vagy a önök itt az otthonban. De ünnepelni is nagyon fontos. Igenis, hogy néha fel kell öltözni, csinosan, szép ruhát, ünnepőt húzni, megtisztelni egymást azzal, hogy egy picit mást fogunk megélni, és nem a hétköznapokat, és erre készülünk is mindig, lelkileg is, meg szellemileg is, meg minden formában, és szerintem az az út, ami elvezetett a mai napig, az a legfontosabb ebben. És persze nem maradhatott el az idősek által összeállított program sem a kínálatból, amire annyira készültek. Asszonya, kilenc lánya nem győzi számlálni. Minden este kiállóba hívja vacsorázni. Az idősekkel való foglalkozás nem csak jellegét tekintve bonyolult, a közeg, amiben működtetni kell az intézményhálózatot sem könnyíti meg a szakmai stáb helyzetét. Az anyagi erőforrásaink korlátozottak, így nagyon szükségünk van a civil szervezetekre, illetve a családtagok hozzájárulására ahhoz, hogy színvonalasan tudjuk fenntartani az intézményünket, hogy az aktivitást tudjuk produkálni, ehhez anyagi források és lehetőségek kellenek. A gondozónak minden szükséges energiát befektetnek, de ezekhez szükségünk lenne apró kis segítségnyújtásokra, amit maximálisan megkapunk a családtagok által. A város is
nagyon kezdeményező és nagyon hozzájárul ezekhez a programjainkhoz. Látják azt, hogy produktív tevékenységet végzünk, hogy az időseink mennyire jól érzik magukat az intézményi keretek között. Sajnálatos módon idősödő társadalomban élünk, ami azt jelenti, hogy 16 férőhelyünkre jelenleg 34-en állnak sorban. Minden nehézség ellenére egy-egy ilyen napnak óriási energiája van. Ez egy nagyon-nagyon jó az itt élő idősek számára, hogy a baráti családi kapcsolatok működnek, hogy azért, mert intézményi keretek között élnek, attól még ugyanúgy a család tagjai, bár egy második családot is biztosít az intézményünk számukra. Itt a természetesség és a családiasság, a bensőséges kapcsolatok megmutatása a külvilágnak, ezen van a hangsúly. Szóval nem másról van itt szó, mint a szeretetről, mely átlengte ezt a néhány órát, amíg az idős otthon közös családja és a bentlakók családjai együtt örültek a találkozásnak. Hivatalosan hetek óta nyitva van a bonyhádi termálfürdő, de a hét végétől elkezdődnek azok a sport és szórakoztató programok is, melyekkel a szervezők színesebbé szeretnék varázsolni a pihenni vágyók szabad idejét. Az elkövetkező hétvégéken lehet majd öröplabdázni, strandfocizni, vagy éppen táncolni. Június 22-én nyitja meg kapuit nem a termálfürdő, hanem annak programsorozata. A fürdőt üzemeltető Bonyhádváros önkormányzata, illetve a Bonikom Kft. Az idei évben is azt tűzte ki célul, hogy a fürdő élmény mellett olyan programokat is kínáljon az ide látogatóknak, amelyek még színesebbé varázsolhatják az ide látogatók fürdőzését, és ennek szellemében is ennek jegyében állítottuk össze az egész nyár kínálatát, amely a sport a közösségi rendezvényeken át nagyon sokrétű és nagyon színes kínálatot biztosít. Ahogy említettem, június 22-én egy retro play bulival nyitjuk meg a programok sorát, amikor is majd este 8 órától egészen 11 óráig robhatják itt a táncos lábúak, illetve egészíthetik ki a fürdő élményt az éjszakai fürdőzés keretein belül, de már napközben is egyébként a sporté lesz a főszerep, hiszen az elmúlt évek hagyományát követve strandfocival is várjuk a szurkolókat. Szurkolhatunk és biztathatjuk a Bonyhád BFC ifjú reménységeit. Jövő héten egy pici szünet lesz a program kínálatban, de azt követően július 6-án a strandröplabdáé lesz a főszerep, amikor is a Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub egy régiós strandröplabda tornát hív életre. Erre is várjuk természetesen a szurkoló közönséget, valamint az érdeklődőket, hiszen amatőr torna lévén bárki benevezhet és sportolhat itt a létesítmény kiváló pályáin. Majd július 13-án, azon a hétvégén egy hip-hop estet fogunk tartani, amikor is majd az AK26 zenekar lesz a vendégünk. Őket megelőzően az egyik helyi ifjú reménység tánccsoport, a New Generation ad majd egy pici kis műsort, és a közösségi médiában és a YouTube felületen egyre inkább ismert Flackó rapper is majd a színpadra fog állni, és gazdagítja az aznapi kínálatot. Elmondható az, hogy a nyár derekára is készültünk programmal, hiszen július 27-én a sokak által várt és minden évben nagy népszerűségnek örvendő fényszínház produkciót tekinthetik meg a medencéből az érdeklődők, és ezzel párhuzamosan, egész pontosan ezt megelőzően, ugyancsak azon a napon Chris Rudy lesz a vendégünk, aki majd szórakoztatja itt a közönséget, és a családokra is kiemelt hangsúlyt és kiemelt figyelmet fordítunk, nem csak a nyár egésze alatt, illetve a fürdőzést tekintve, hanem a programokat is nézve, hiszen augusztus 2-án egy családi napot tartunk, amely már kezdődik kora délutántól, Solymosi Anitáék vezetésével a Családsegítő Központ jóvoltából ingyenes játszóházat, illetve játékos versenyeket tartunk, és lesz lufi hajtogatás is, ingyenes lufi kínálata a gyerekeknek, és a Holló Együttes koncertje is majd gazdagítja a kínálatot. És aztán lassan-lassan elérkezünk a nyár zárásához, ami most még messze van, de hamarosan el fog következni az is, amikor majd a nyárzáron Deniz lesz a vendégünk, és megkoronázva remélhetőleg egy nagyon sikeresnek ígérkező nyári szezont a Dinamik Együttesnek a muzsikájára búcsúztathatjuk itt a fürdő kínálatát, amely egyébként nagyon jól indult,
hiszen a városvezetése döntése értelmében már a pünkösdi hétvégén megnyitotta a kapuit a létesítmény, és azóta is nagyon kihasználtan és nagy népszerűségnek örvend, rengetegen látogatnak el ide hozzánk, és abban bízunk egyébként, hogy ezek a hétvégi programok még színesebbé varázsolva a kínálatot, még több érdeklődőt vonzanak, nem csak Bonyhádról, hanem a környező településekről is. 19. alkalommal rendezik meg a Völgységi Könyvfesztivált. A rendezvény számos érdekesebbnél érdekesebb programja között író-olvasó találkozók, könyvbemutatók és táncos-zenés műsorok között válogathatnak az érdeklődők, akinek pedig sportolni van kedve, szívesen várják nevezésüket a futóversenyre. Most szervezzük meg ugye a 19. Völgységi Könyvfesztivált idén, június 21 és 23 között itt Bonyhádon a Percelkertben, a Sajmár Imre Városi Könyvtár dolgozói és a Könyvkultúra Egyesület tagjai segítségével. Igyekeztünk idén is olyan programokat kínálni, ami minden korosztálynak megfelel, egészen a kicsiktől az idősekig. Péntek este vendégünk lesz Bede Róbert, ő egy mesterszakács, akinek októberben fog megjelenni az új könyve, és abból fogunk ízelítőt kapni, illetve ételkóstoló is lesz. Szombaton Stix Marcsit várja 10 órától az egészen kicsiket, zenebölcsivel, aztán programot kínálunk a kicsit nagyobbaknak, író-olvasó találkozó lesz Malter Györggyel és M. Kácsor Zoltánnal, aztán a még idősebb gyerekeknek, gyerekekhez jön Víg Balázs és Balázsi Panna, ő inkább ilyen csajos könyvekkel, csajos történetekkel jön, lányoknak szóló előadása lesz az pénteken délután, youtuber találkozó lesz Avania Rállal, ő inkább ilyen szépség, sminkes tippeket fog adni itt a lányoknak, meg mesélni fog a kedvenc könyveiről. Író-olvasó találkozó lesz Enli Grinnel és Erkelényi Angelika írónőkkel. Akkor vendégünk lesz Fábián Janka, Bíró Szabolcs Benyák Zoltán szombat délután, aki középkori történelmi regényeket ír. Vendégünk lesz szombaton Réti László, ő krimi író. Ő is nagyon kedvelt. Szombat este a Köztársaság Vandája koncert is lesz itt a könyvfesztiválon, azzal zárjuk a szombat estét. A könyvfesztivál ideje alatt könyvkiadókkal és kézműves sátrakkal is találkozhatnak az ide látogatók. Könyvkiadók érkeznek Szegedről, Budapestről, Debrecenből, illetve a helyi két könyvesbolt is képviselteti magát kitelepüléssel. Vasárnap az a sporté. Fesztiválfutás lesz, reggel 8-tól lehet jönni regisztrálni. Futás után a New Generation társcsoport ad műsort a vendégeknek, és a végén pedig 11 órakor eredményhirdetés és tombola sorsolással zárjuk a fesztivált. 17. alkalommal hirdeti meg Bonyhád városa a Tarka fotópályázatot. A Tarka Marha Fesztivál előfutáraként a pályázóknak a szarvasmarhákról és azok tenyésztéséről kell fotókat készíteni, amiket egy szakértő zsűri értékel. A pályázatra szánt képeket július 14-ig kell elküldeni, a díjkiosztóra pedig augusztus 10-én kerül sor. Lenner Ádám Őserő című képe nyerte a tavalyi 16. alkalommal megrendezett Tarka fotópályázatot. A Tarka Fesztiválhoz kapcsolódó pályázat az idei évben is útjára indul. Erről Máté Réka, a fotópályázat egyik zsűritagja mesélt stábunknak. 17. alkalommal írtuk ki idén a Tarka fotópályázatot. A témája maga a szarvasmarha, illetve a szarvasmarhának a tenyésztése. És évről évre egyre többen pályáznak, tavaly már közel 400 fotó érkezett, és idén július 14-ig várjuk még a képeket. Igazából a felhívás a nevezési lappal együtt fönt van a Művelődési Központnak, a Bonyhádi Műfáznak a honlapján, onnan letölthető, várjuk az új pályázókat is, illetve a régieket is. Minden évben kíváncsian várjuk azt, hogy tudnak-e újat hozni a fotósok, és nagyon érdekes, hogy mindig tudnak. És mindig megkérdezik, hogy mivel lehet nyerni, vagy mi az, ami pluszt jelent egy fotón. Hát egy szarvasmarhánál ezt nehéz meghatározni, de fogalmazhatnánk úgy is, hogy az is egy plusz dolog, hogyha például különböző napszakokban fotóznak állatokat, különböző pózokban, ha van egy kis boci, tehát nagyon sok minden lehet, ami úgy érzelmileg is megragadja a nézőt, de természetesen ez mindig azért függ a zsűritől is, hogy éppen milyen a hangulata és melyik képeket tartja a legjobbnak.
Idén is hárman zsűrizünk, ahogy ez már az elmúlt években is volt. Szabó Béla fotoművész, aki Öttevényben él, és Füller Imre, aki a Magyar Tarka Szövetségnél a vezető, illetve jó magam, tehát hárman pontozunk, mindenki otthon ül és adja pontokat, tehát egymástól függetlenül, és a végén összesítünk, és érdekes módon tényleg mindig a legjobbakat egyformán látjuk jónak. Jelentkezési feltétel nincs, tehát se korhatárra, se fényképezőgépre, semmire nincs megszabva, egyedül a méret van megszabva, hogyha papírképre nyomtatnak, akkor 20x30-es legyen a méret, tehát bármilyen géppel lehet fotózni. Az mondjuk hátrány, hogyha rajta van egy dátum a képen, úgyhogy akinek ilyen gépe van, inkább kapcsolja ki a dátumot, mert az nagyon csúnya, de semmiféle megkötés nincs egyébként. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!